Pintér Tamás és Tóth Kálmán a Szabadság utcában találkoztak, ahol több járdafelújítás is megvalósult a közeli múltban, de megbeszélésük témája több olyan helyszínt is érintett, ami valamiért meghatározó a városrész közelmúltjában. Pintér Tamás mégis személyes szállal kezdett. Tóth Kálmán képviselőtársammal mindig szívesen vagyok és beszélgetek az elmúlt évekről. Ő az az ember, aki nélkül már elképzelni se tudjuk itt Dunaújvárosban a képviselőtestületet, hiszen ő már 22 éve egy kis megszakítással képviselőként dolgozik, és az itt élők, ebben a körzetben élők számíthatnak is rá. Tóth Kálmán sokszor szokta mondani, hogy hisz a munkában, a munka erejében. Pintér Tamás szerint ennek szerencsére van látszata is, akár a közösségi életben, akár az elkészült projektekben. Ide tartozik a Palme utcai társasház felújítása, amiért Tóth Kálmán sokat lobbizott, vagy éppen a 13-as busz visszaállítása, ami ma sokak érdekét szolgálja. Az elmúlt években amúgy be is bizonyította, hogy tevőlegesen is hozzá tud járulni önkormányzati képviselőként a körzetben élőknek az életminőségének a javításához. Többek között bizonyítja ez az útszakasz is, ahol vagyunk, amely az elmúlt években megújult, illetve a körzet több olyan járdaszakaszát is felújítottak, amely már nagyon rossz állapotban volt, hiszen több 10 éves elmaradást kellett bepótolni, és nagyon jó, hogy ezt itt az elmúlt ciklusban, illetve ebben a ciklusban meg tudta valósítani. Emellett egyébként volt több olyan közösségi probléma, amelyet megoldottunk az ő segítségével. Például a kokáért a pálmeközi bérlakásoknak az ügye, amelyet az ő nagyon nagy erejű lobbizásának köszönhetően, tényleg nagyon odafigyelve igyekeztünk az elmúlt időszakban olyan élhetővé tenni ezt a területet, illetve ezt a lépcsőházat, amely nagyon sok embernek tényleg az otthona volt. De hogyha már a közösségi kérdésekről beszélek, akkor a 13-as busznak a bevezetése is az ő nevéhez köthető, hiszen ő ennek a körzetnek a képviselőjeként nagyon sokszor találkozott az itt élőknek azzal a kérésével, hogy vezessük vissza azt a buszjáratot, amely az itt élőknek tényleg megkönnyíti az életét, és egy olyan útszakaszon közlekedik, amelyre itt nagyon sok embernek szüksége van. Én összefoglalóan tehát azt tudnám elmondani, hogy Tóth Kálmán képviselőre az elmúlt években is számíthattak az emberek, és én nagyon bízom abban, hogy a következő ciklusban is majd bizalmat fognak neki szavazni. Tóth Kálmán azt mondja, hogy talán a legnagyobb sikere az, hogy a választók körzetében élő embereket sikerült maga mellé állítania. Ennek köszönhetően más a kommunikáció, más a képviselő és a választópolgár kapcsolata is. Tóth Kálmán szerint a környéken élőkkel nagyon sok társadalmi munkát végeztek el, nagyon sok lomtalanítást tudtak megszervezni és lebonyolítani. De ezeket a találkozókat mi mindenfél évben meg szoktuk tartani, és beszámolunk a polgármester úrnak, hogy milyen elképzeléseink voltak, és mit sikerült megvalósítani. Ugye most egy picit hosszabb időről kell beszélni, mert ez 2019-től a Rajtaújváros Egyesülettel ugye egy teljesen más felállásban, de azt gondolom nagyon sok feladatot sikerült megoldani, és most megmutattam ebbe a bejárásba, hogy miket sikerült megoldani, és mik azok a feladatok, amik még ránk várnak, és be kell fejeznünk, mert úgy érzem, hogy még nem fejeztük be a munkát, szeretnénk tovább folytatni. És azt gondolom, hogy a járdafelújítások, amik végrehajtottunk itt mindenfél egy évben legalább, egy-két lépcsőház előtti járdát felújítottuk, és az én koncepcióm az volt, hogy a lehető legrosszabb járdákat újítsuk fel, és úgy menjünk szép lassan sorba. Úgyhogy felújítottuk a Szabadság 52-50 előtti járdaszakaszt, a Szabadság utca 13-15 előtti járdaszakaszt újítottuk fel, akkor felújítottuk a Mátyás király út 1-3 előtti járdaszakasz egy részét, és azt szeretnénk tovább folytatni. És akkor most már mondhatom azt, hogy megvan a közgyűlési határozat, és akkor a Mátyás király út 5 és 7 előtti járdaszakaszot április 30-ig fel fogjuk újítani mindenféleképpen. Természetesen nem csak a Békeváros részről van szó, hanem új telepről is van szó. Nagyon sok észrevételt kapok új telepen, amit személy szerint az e-mailjeimben kapok, azt továbbítom a városüzemeltetési irodának. De egy kicsit visszakanyarodva ide a Békeváros részre, itt szeretnénk egy parkolót építeni az elkövetkezendő időben, mert itt is nagyon nagy problémát jelentnek a parkolások. Én próbálkoztunk itt az egyirányosítással is, de igazából ezt nem mertük felvállalni, meg én sem. Meg itt a rendőrség sem nagyon javasolta, hogy itt egyirányosítsunk, de ezeket a feladatokat meg kell oldanunk. Újtelepen pedig egy olyan csapatra sikerült együttműködést csinálnunk,
a Városvédők Dunajos Egyesülettel, ami példaértékű. Évente legalább 7-8 rendezvényt szervezünk Újtelepen, ők tartják karban a tündérket, játszóteret, takarítjuk, eszközöket rakunk be, most szeretnénk még többet tenni ezen a téren, és ugye most már Újtelepen is van egy gimnázium, a Vardovnak a gimnáziuma ott van, az első évfolyam ott van, és velük is szeretnénk nagyon komoly együttműködést kötni, hogy ők is támogassanak bennünket, és mi is támogatjuk őket mindenféleképpen. A járda felújítások a Mátyás király 5 hét előtt most folytatódnak, ugyanitt parkoló bővítést terveznek, sőt neki is állnak, mert a Békében is kevés a parkolóhely. Tóth Kálmán beszélt Újtelepről is, hiszen ugyanilyen fontos az a terület is. Újtelepen pedig egy olyan csapatra sikerült együttműködést csinálnunk a Városvédők Dunajos Egyesülettel, ami példaértékű. Évente legalább 7-8 rendezvényt szervezünk Újtelepen, ők tartják karban a tündérket, játszóteret, takarítjuk, eszközöket rakunk be, most szeretnénk még többet tenni ezen a téren, és ugye most már Újtelepen is van egy gimnázium, a Vardovnak a gimnáziuma ott van, az első évfolyam ott van, és velük is szeretnénk nagyon komoly együttműködést kötni, hogy ők is támogassanak bennünket, és mi is támogatjuk őket mindenféleképpen. Tóth Kálmán elmondta, hogy több mint 20 éve képviseli az emberek érdekeit, ez alatt az idő alatt sokat dolgozott másokért, büszke is rá. Mégis azt gondolja, hogy a legfontosabbak a minket körülvevő emberi kapcsolatok. Ezek jelentenek mindent számára, ezek adnak erőt a folytatáshoz is.